Szeretettel üdvözlök mindenkit, a Pluszosok Egyeteme újraindul. Én azt gondolom, hogy ez egyike azoknak a sorozatainknak, amelyek várakozáson felül teljesítettek, és újra rendkívül érdekes témákat veszünk elő, ilyen például a robotsebészet, az úgynevezett autóimmunitás kérdésköre, vagy akár neves előadó eh, tolmácsolásában a koraszülöttségről szóló előadások, de hát mindenkit érdekel például az energiállátás, ebben a tekintetben is több előadásunk lesz. Szó lesz még az egészségügyi témák között az elhúzásnak, a élettanáról, vagy inkább kór élettanáról is. Tehát csupa érdekes előadás, csupa érdekes előadó. Én kívánok mindenkinek nagyon jó okulást és szórakozást. Köszönöm szépen. Szeretettel üdvözlöm nézőinket a Pluszosok Egyetemének mai adásán. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat dr. Aknai Tamás, német Lajos Díjas művészettörténész, az Arany Katedra díj tulajdonosa, a Magyar Fekszőröktatási Díjban is részesült Barany Prima díját is megkapta a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának emeritus professzora. Röviden bemutatnám professzorul munkásságát. Ő az Ötves Lorán Tudományi végzett művészettörténész, muzeológus, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári diplomát kapott. A Magyar Tudományos Akadémián aspiráns volt három évig, ez alatt eljutott Nyugat-Berlinbe, ami meghatározó jelentőségű a későbbi pályája alakulásában. 1980-ban megvédte a tudományok kandidátusa címet, művészettörténeti területen írta a művet. Széchenyi professzori ösztöndíjas volt, ezen kívül számtalan országban járt szakmai tanulmányúton, Görögország, Franciaország, Egyesült Államok, Dánia, Anglia, Finnország, Hollandia, nem is folytatom a sort, mert elég hosszúra nyúlna. Érdekes munkahelyei voltak. Az első között említendő a Dunapatai könyvtár, ahol igazgató volt ezt aztán váltotta egy múzeumi terület, ami a Pécsi Janusz Pannonius Múzeumhoz kötődik, ismétlődően visszatért, mint munkahely pályafutása során. De ugyancsak jelentős volt az is, hogy Pennsylvániában az Indiáni Egyetemen töltött egy évet, mint vendégoktató. Egyetemünkön kívül dolgozott még a Szegedi József Attila Tudományegyetemen, aztán egyetemünkre, amikor visszatért, akkor dékán helyettestől a művészeti kar dékányáin keresztül intézetvezető egyetemi tanár volt, és ezen kívül pedig jelenleg, ahogy említettem is, a kar professzor emeritusza. Az átalakulás éveiben az első öt év az nagyon meghatározó és kemény periódus, és akkor rakta le tulajdonképpen dr. Aknai Tamás a művészeti kar alapjait, és azóta is őrző szemekkel figyeli a kar fejlődését. Jelentős a különféle társaságoknak a tagsága, talán a művészetkritikusok nemzetközi társaságát említeném elsősorban, de ugyancsak fontos az, hogy a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, a Felsőoktatási Tudományos Tanács tagja volt, a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagja ugyancsak. Krakóban, Tesszalonikönben is volt vendégprofesszor, és a műveivel kapcsolatban én azt gondolom, hogy ha a következő ábrát megnézzük, akkor ez csak egy szemelvény abból, amilyen kiterjedt munkássága van, könyvek szerkesztője, írója, és talán Pécs közéletében nagyon jelentős az, hogy az ECHO kritikai szemle alapító szerkesztője is volt. Ezután a rövid bemutatás után én arra kérnélek, és a nézők nézzék el nekünk, hogy évtizedes kapcsolat és ismerettség után most az adás kedvéért nem váltuk át önözési viszonyba, úgyhogy Tamás szíves, akkor tartsd meg nekünk az előadásodat, amelynek címe. A vizuális művészetek története Pécsett a 20. század elején, vagyis hát 1900-tól 2000-ig napjainkig. És már is ö, apró kis lehatárolásokat kell végeznem, mert hiszen a, a 20. század valójában sokkal hamarabb kezdődött Pécsett is, ö, mindenfajta ö, megnyugtató minőségű kulturális teljesítményre ö, úgy tekintünk, mint aminek szüksége van, Előzetes feltételekre. A kultúra és a művészet nem magától születik, azt létrehozzák, és a létrehozásnak intézményesen, emberi feltételek között, fizikailag, térben és időben megvannak a maga határozott okai és, és körülményei. Amikor Pécs művészetéről beszélünk, nem tudunk elszakadni attól a ténytől, hogy ez a város mondjuk a 18. század végén, amit ez a Metszet itt mutat, egy nagyon egyszerű kis csak nem mezőváros méretű, 30 ezer lakosú település volt, néhány nagyon fontos épülettel, kétségtelenül létezik püspökség, kétségtelenül létezik már kórház, kétségtelenül erős előjárósága van, nagyon komoly földterületek felett gazdálkodik a város, de szerény kulturális teljesítőképessége van, ami létrejön, az mind import szellemi teljesítmény, de ez elsősorban templomi enteriőröket jelent, bizonyos kényelmi berendezéseket jelent, és ez a magas kultúrához nem járul hozzá. De a város levegőjét alapvetően meghatározza mégis és mindenek ellenére az, hogy létezik egy hosszú hosszantartó, valamikori római impériumi korszak, és hát a 350-es évek, Krisztus utáni 350-es, 400-as években már, már meghatározó vallásos közösségek élnek a városba. Hozzáteszem, Diokleszianus után majd keresztény közösségek is, és a város főterén, a Monszacer, a Szent hegykörnyékén ott vannak az épületek, amelyeket az utókor a 19. század embere már ismert, látott. Tudta, hogy eltemették, tudta, hogy ott van. Némelyiket kiszedték a föld alól, némelyiket nem szedték ki a föld alól. De együtt éltek valami olyan különös tudattal, hogy a történelmi idő az itt létezik a jelenben. És a, a jelen az át van itatva a történelmi idő rengeteg dokumentumával. Mint például a föld alatt fellelt sírkamrákkal. Van egy sor sírkamra, amely uh, analógiákkal a világ legjelentékenyebb kultális uh, környékein találkozik. A város életében effektíve biztos, hogy nem lehetett látni, érezni, hogy ezek léteznek, de valamilyen kulturális magatartást, valamilyen kulturális biztonságot sugároztak ezek a dolgok, uh, amelyek most a mi szempontunkból azért is érdekesek, mert például itt a, az ókeresztény sírkamrák, uh, között számos olyan van, amelynek a megőrzéséhez a modern építészetre, mérnöki tudományokra volt szükség, és föl fogjuk idézni majd a nevét Bachmann Zoltánnak például, aki a műemléki helyreállítások történetében igen jelentős szerepet végzett, itt Pécsett is. És hát fel kell idézzünk ebben a mi történetünkben az Ország az Árpádkor egyik legelső, legnagyobb méretű templomépítkezését is, a Pécsi Katedrális, amely szobrászati műveit megőrizte, aztán a 19. század végén kényszeresen követelte, hogy helyreállítsák mindazt, amit az előző nyolc évtized el elrombolt, szétrombolt, és ez egy óriási kulturális impulzus volt a városban, hogy a, a nagy osztrák-német építész, a Freiherr Friedrich von Schmidt, a Schmidt a Bécs város építészet, a Bécsi Egyetem építője, eljött a Dulánszi Nándorhoz, és 1870-90 között dolgozott a Pécsi Székesegyház helyreállításán. Ez a helyreállítás előhozott számtalan olyan középkori vagy reneszánsz emléket, ami megint csak benne van a város legújabb kori történetében és a memóriájában. És Bakman Zoltán, idéztem az emlékét, építette fel azt a románkori kőtárat, amely kőtár magába fogadta az egykori székesegyház fantasztikus szobordíszeit, és ma egy gyönyörű, modern építészeti környezetben, vagyis a modern magyar pécsi építészet keretei között látjuk megőrizve ezeket a tárgyakat. Milyen tárgyak ezek? Hát ott vannak a, a valamikori, középkori magyar 13. századi építő és szobrászművészet legnagyobb remekei, a legértékesebb románkori szobordombor művek, amelyek felidézik, Pécsváros, ha úgy tetszik, nemzetközi kapcsolatait, hiszen ezek toulouse páviából származó bencés szobrászmesterek voltak, akik itt dolgoztak. És a Friedrich von Schmidt megőrizte ezeket. A Székesegyház lejárójában, aztán a Zala György szobrászművész a századforduló környékén megcsinálta másolatban az egykori románkori domborműveket. Vagyis hát az aktuális művészeti mozgások, teljes mértékben összekapcsolódtak a valamikori középkori művészeti mozgásokkal. Dokumentációk készültek, kiadványok, könyvek készültek, restaurálások, és gyönyörű dokumentumok maradtak meg. És akkor itt van ez a leszálló kis angyal, kis bizánci stílusú angyal, de 20. századi gondolat, vagy 19. századi gondolat az, hogy, hogy mit is ábrázol ez a kis szobrocska. Földre száll az angyal, de a tunikáját a levegő, a légellenállás megemeli. Nem csak egy spirituális, elvont abstrakció, hanem valóságos világi tapasztalatok vannak besűrítve ebbe a kis szoborba. A Newton egyik fő törvénye a erő ellenerő törvénye megnyilvánul, realitás karaktere van ennek a merőben spirituális dolognak ez a realitás karakter keresés pedig a 20. századnak a, a sajátossága is. Itt van az emlékezetünkben erősen és nagyon markánsan az a szatmári pasztofórium, amihez hasonló reneszánsz emlék csak a Bakúc Esztergomban, Szatmári György püspöktenk, aki, aki, majd Bakócz Tamás után primás is lesz, csináltatta firenzei mesterekkel ezt a pasztofóriumot, Abszolút gyönyörű első osztályú Firenzei munka 1520 környékén a Reneszánsz legnagyobb időszakából. Mindezeken gyorsan át kell szaladnunk, de mindenképpen meg kell tennünk, mert mindezek emléke benne van és összekapcsolódik avval, amit a 20. század létrehozott a városban, és a Székesegyház erre is jó példa, hiszen 2000-ben avattuk rétvadis Sándornak a bronzkapu, itt van egy belső, meg egy külső bronzkapuja a Székesegyháznak, amely kifejezetten egy modern, dekoratív uh, szobormunka, tele a keresztény múltra történő utalásokkal, ugye a szőlő, szőlőtőke, bor, borművesség, de a mindennapi élet apró kis jelei, kis békák, bogarak, gyikok, madárkák a, 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 a bronz összekapcsolódik a 20. század és a 16. 13. század egy ilyen monumentumba. És, és, az építkezések emléke pedig, pedig görög tovább az időben, és hát nagyon érdekes, ahogy a Pécsi Egyetem új épületeinek a 20. század első negyedében elkészülnek a járulékos elemei, és a kapubélletek például a románkort idézik, mert az európai historizmus szelleméhez hozzátartozik az, hogy a hely múltjában megjelenő régi emlékek valamilyen módon bekopírozódnak. És hát így ez a Varga Damján Sándor által tervezett kapu, a kapu a, az egyetem rektor hivatalának a, a, az épülete a, a főbejárata és nem tudunk elfeledkezni, csak gyorsvonati is ebességel de de hát ö, az Idris Baba Türbéjéről, hiszen itt vannak 150 éven keresztül a törökök. Fontos monumentumokat hagynak itt, a motivumok, a diszításmód, az építésmód, az nagyon jellegzetes, és itt él velünk a Memibasa fürdője, és itt van velünk a, a Jakovári Hassán dzsámia, és itt van a Gázi Kassim, Gyámia, amely nagyon jellegzetes, hiszen építészetileg is kiegészült a, kör, a, a körmenti Nándorféle bővítéssel, és a Gebauer Ernő például a belső terében freskókat rakott ki, Ugye a gyümölcsoldó Boldogasszony, a tituláris szentje a templomnak, Gebor Ernő pedig a 20-as, 40-es évek kiváló Pécsi festőmestere volt, aki számos szakrális épületet díszített. És hát a, a Gázi Kassim dzsáminak a belsejében is, amellett, hogy megőrződött az építészeti tere, van egy tulajdonképpen a Bauhaus ízlését őrző kiegészítés orgonával és egy Gebauer Ernő festő. És itt van az emlékezetünkben a Pécsi Egyetemi Könyvtár, az egyetlen igazán tiszta klasszicista épület, a Piacsek Józsefnek az 1832 körül épült háza a belvárosban, ami a Klimó könyvtárnak később helyet adott. A Klimó könyvtár maga ugyancsak egy rendkívül fontos művelődés történeti adat, hiszen ez a, ez a könyvtár, ami az 1700-as évek végén vált teljesé, egykori püspöke, a városnak Limó György alapította. Ez bekerült az imént látható Piacek József féle klasszicista épületbe. És, és, ez is itt van az emlékezetünkben, a sok egyházi épület, a sok felújítás, a, a, a néprajzi múzeum épülete, a mérnöki tudományoknak is feladatokat ad, a muzeológiai tudományoknak is feladatot ad, és a mindennap itt élő ember számára nyilvánvalóvá teszi, hogy az ország egyik legszínesebb etnikai térségében vagyunk, amelyben a különböző nemzetiségek együttéléséből következően rengeteg figyelemre méltó dokumentum maradt ránk. Viseletekbe, apró dolgokba, mint egy cipő, vagy mint a, az ormánysági református magyarságnak a, a szökröny kultúrája. Ez is benne van a város 20. századi életében, mert a múzeumok megőrz, megőrizték ezeket is. Hát itt ö, ö, Ennél a pontnál már rátérhetünk valójában arra, ami ennek a beszélgetésnek a, a, a magva, a 20. századi vizuális művészetek története. Mert itt van egy műemlékház, Pécs legöregebb lakóháza, Káptalan utca 2-ben, Okleveles említése 1332-ből származik, gótikus ülőfülkékkel, gyönyörű reneszánsz ablakokkal, nagyon jelentős történelmi pillanatokat idéz maga az épület, de magába a Zsolnai Múzeumot foglalta, amely Pécs ipar történetének és művelődés történetének egyik legfontosabb életadó forrása volt, és a Zsolnai Múzeum épületében kapott helyett az öt tornyot, a Kvinkve Eklézi emlékét idéző Zsolnai gyári pecsét és címer, amely aztán annyi Zsolnai kerámián látható épületkerámián is, és használati kerámián és díszedényen is, is látható és a zsolnai gyár voltak éppen az az első nagyon erős 19. század végi, 20. századi e, e, impulzus, ami e, minden tekintetben e, erőt ad ennek a városnak. Tegyük hozzá a, a bányák feltétlenül a maguk közlekedési e, infrastruktúrájával, munkaadói szerepkörével, szociális és kulturális funkcióival, e, egy nagyon-nagyon lényeges pillanat a város történetében a századforduló, amit aztán 1907-ben egy nagy ipari kiállítással koronáztak meg, ahol Pécs kulturális ipari teljesítő képességének hozzátéve még a népi kultúrákat is és építészetét is keretet adott és formát adott. Tehát a Zsolnai gyár önmagában, amely ma a az Európai Kulturális Főváros 2010-es építkezéseit követően új funkciókat kapott, felújítva, megtisztulva, régi kvalitásait mindenképpen tükrözve, és azokat kiegészítve modern funkciókkal láthatóak. És a Város kulturális teljesítő képességének rendkívül határozott dokumentumai ezek az épületek, ezek a műszaki berendezések, ezek a az átalakult funkciók, átalakult terek, amelyek ma mondjuk egyetemi térként, egyetemi előadóként, koncertteremként, vagy kiállító termekként szolgálnak. Tehát itt is a múlt és a jelen összekapcsolódásnak egy nagyon szép példáját látjuk. A zsolnai gyár... Belső enteriőrjeiben az ipari ö, dolgok mellett rengeteg kulturális értékű ö, monumentum van, szobrok, ö, mindenféle jelvények, és a város életét is alapvetően meghatározza a zsolnai gyár jelenlét, hiszen úton útfélen találkozhatunk, ö, hol tetőfedésként, hol falburkolatként, hol pedig ö, ö, ivókútként. Ö, a zsolnai gyárban készült művekkel. Ez például a, a híres zsolnai kút, amit 1912-ben építettek. Zsolnai kerámiából a nagy Szent Miklósi kincsnek a feldolgozása került a, a kút ö, ö, elemeiként a nyilvánosság elé, és hát itt ö, a közönség számára is megmutatkozott az a, a nagyon érdekes ö, máz innováció amit hát ez időtájt már használnak, az Eozin, ami olyan híressé tette a Pécsi zsolnai gyár termékeit. De a zsolnai gyárban rengeteg művész megfordult, hazai és külföldi művészek is. Festők is, szobrászok is, kerámikus művészek is, kémikusok is. Ezek rendkívül jelentős hatásúak voltak a város kulturális és művészeti életére. Túl azon, hogy a zsolnai gyárban, gyönyörű tárgyak jöttek létre. Részint a zsolnai lányok, Júlia és Teréz jó voltából, de maga a mester Zsolnai Vilmos is készített szoborműveket, amellett, hogy időnként tárgyalt osztrák és német mesterekkel, akik éppen a Székesegyház falfestményeit készítették, vagy Székely Bertalannal, aki ugyancsak ott dolgozott, vagy, vagy Más külföldi és magyar mesterekkel. Hát. Ez egy külön előadássorozatot igényelne, hogy a Zsolnai jár teljesítményeit végig szaladjunk, de villanásszerűen felidézhetjük azért, hogy a, a Ligeti Miklós jelentős századfordulós magyar szobráz, a híres anonimus szobrát átadta a Zsolnai járnak, és megcsinálták. Ugye a szecesszió legnagyobb mesterei, beleértve Riprónai Józsefet itt dolgoznak a Zsolnai járban, és tárgyakat készítenek, szecessziós tárgyakat készítenek, és ugye a... a a XX. század második felére is uh, figyeljünk, hát a magyar kerámikus uh, nemzedék legnagyobb alakjai a, a, a Gorka Géza, vagy a Gádor István, és az ő tanítványai a, a, a Török János, vagy a, vagy a Nádor Judit, vagy a... Uh, fiatal művészek sora itt dolgoztak ebben a gyárban, és hát látható, hogy még a 60-as években is a modernizmus keretei között, de igen jelentős dolgokat, népszerű tárgyakat készítettek, eozimból is, hagyományos technológiákkal is, meg kísérletezve a modern forma teremtés, Különféle lehetőségeivel. És itt látható, mondjuk én egy mestert választottam ki, a török Jánost, tőle több mindent lehet itt látni. Meghatározó mesterek voltak ezek, és hát a legújabbak közül pedig a Dobán Sándort idézném fel, aki a klasszikus zsolnai gyár biztosította technológiák figyelembevételével az új és posztmodern figurációnak lett a mestere, és, és nagyon Érdekesen egyszerre mechanikus, egyszerre festői, egyszerre különös szerkezetű ornamentumokat hoz létre, tökéletesen beleilleszkedik abba a nemzetközi szempontból is értékelhető tendenciába, ami a modern kerámiát jelenti. Hozzá kell tegyük, hogy a Dovány Sándor építészekkel is dolgozott együtt, és tevékenységet tulajdonképpen át is terelget bennünket a, a modern építészet világába, hiszen uh, Dévényi Sándor első épületeiben, Pécsi uh, lakóházakban uh, nagyon sokszor dolgozik együtt az épületkerámikus Dobány Sándorral. De hát itt van a, a modernség szellemében uh, dolgozó mikro... Uh, porcelán eseményeket feldolgozó, nagyon finom, organikus jellegű formaképzést létrehozó füzesi zsuzsát például. Itt is a modernség, a zsolnai a régi kerámia technikák, technológiák, anyagok és a modern szellem összekapcsolódása érhető tetten. És ha már így ezt a, a kerámiával, Érintkező építészetet idézem. Hát Pécs város építészete a századfordulóig nem mutat fel igazán izgalmas, érdekes monumentumokat, amiket ne alakítottak volna, volna át. A historizmus és a szecesszió apró kis nyomokban jelenik meg a városban, de felépül 1912-ben az első mozi, például, ami ma senki számára nem meglepő, mert a posztmodern építészet mindenféle formai elemét tartalmazza ez az épület. Pedig 1912-ben Magyarországon alig építettek ekkoriban még mozit a, 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 budapesti, Budapesti Uránia filmszínház volt talán az első, amelyik, amelyik megelőzi az, az Apollót. És hát ide tartozik Pécs kulturális múltjának az a nagyon vastag fejezete, amit a Bauhaus periódusnak nevezünk. És hát Pécsről egy nagyon komoly generáció került ki a, a Dessau-i, majd a, a weimar és a Berlini Bauhausba, illetve mentek onnan tovább az új világba, mint például hát a, a, a Brayer Marce, Marcel, aki Amerikába került. De hát ugye a Johann Hugo, a Stefan Henrik, a Gábor Jenő, a Forbát Alfred, a Molnár Farkas, ezek mind pécsiek voltak, és a Bauhaus szellemében dolgoztak, a Brian Marcel nevét említettem már, Pécset születtek, rengeteg épületet hagytak maguk után, illetőleg a Bauhaus szellemét sugározták át az itt dolgozó, de a Bauhauszal tulajdonképpen szoros kapcsolatot nem fenntartó építészekre is. Hát a Molnár Farkas hagyott itt villaházakat a Mecsek oldalban, Forbát Alfred is, ugye ez a Kalivoda Olga, Háza a Magaslati úton ma is látható, sajnos átépítették egy kicsikét. De a, a Bauhaus hatása például a hegedűs Árminnak az építészetében, aki a, 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 a zsidó szeretet otthont építette a zsinagóga mellett látszik, Bauer szellemében született meg a, az ügyvédeknek a, a bérház, a Forbát Alfred tervezte a Rákóczi úton, és a Bauer szellemét idézi a Wehinger Károlynak a, a posta, páros temploma, a mindenki számára ismert tetje felé vezető úton, amely előtt Hát a Viktor Vazarellinek a, a, a szobor műve áll, amelynek az anyagát a Pécsi zsolnai gyárban készítették. Itt is összekapcsolódik néhány nagyon jelentős kultúrtörténeti korszak, amikor ezeket a dolgokat együtt látjuk. A Bauha szellemét idézi a jól ismert bérház a tér fölött, és nagyon érdekes összekapcsolódása például a mai fotoművészettel a Bauha az építészete, mert hiszen Harlóci ős ezeket a házakat ma modern fotósként megörökíti. látházak címmel például fotósorozatot hoz létre. Múlt és jelen új divatok, tendenciák és régi impulzusok együtt szerepelnek. És ha építészetről van szó, akkor feltétlenül az ország egyik legjelentősebb modern építészeti beruházását, a Pécsi Uránvárost kell megemlítenünk, amely hát a, az 50-es évek elején indult, és Dénesi Ödön építész vezette a az 50-es évek modern építészetének egyik legemberségesebb és, és leglakhatóbb építészeti környezetét alakította ki Dénes Jövön. Ödön nem is méltatlanul honorálta ezt az utána a, a, a közönség, és a mi számunkra teljesen ismert, jól ismert és belakott, szívesen használt terület az, az Uránváros. Mindenki ismeri, érdemes a múltját felidézni. Ennek a, ennek a harcos korszaknak volt egyik nagyon fontos alakja, úgyis mint építész, és úgyis mint a, a Baranyomegyei építő, építőipari vállalat igazgatója és a tervezőintézet igazgatója Erdély Zoltán a nő, az ő nevét Kényszeresen idézem fel, mert kapcsolatot tartott nagyon sokféle típusú modern építészeti elképzeléssel, törekvéssel, és az irodájában nagyon izgalmas építészeti viták folytak, kiadványok születtek meg, és tervek. Ezekről, ezekről majd szólni lehet, tehát Erdély Zoltánnak egyik legemlékezetesebb épület a Nagykanizsai Művel művelődési ház, ez Dempécsi, de föl kell idéznünk. És hát itt ebben a környezetben kezdte el tevékenységét Pécshez rendkívül szorosan kötődően D. Sándor, aki 1948-ban született, de hát az első fontosabb műve, vagy középponti jelentőségű műve ez a lakodalmas ház Pécs belvárosában, a, a Gázi Kasim dzsámi felett, ahol, ahol a, a posztmodern korszak legjellegzetesebb építészeti fogásait hozzátéve, a pécsi lokális építészet vonásait alkalmazta. A lakodalmas ház nagyon izgalmasan hozza új helyzetbe a téglaépítészetet, mozgalmas és, és szép ornamentsekkel rendelkező, gyönyörű és határozott formaképzés, amit a Dévény csinál, és gondolatgazdag, és néha meghökkentő architektúrát hoz létre. Hát a, a Felső Malom utcai a ház izgalmas folytatása egy, egy középvárosi jellegzetes polgári építészetnek, amelyben modern technológiákkal, de a régi formaképzés minőségét megőrizve hozta létre a, a formák. És hát a, az előbb említett Dobány Sándorral való együttműködésének emléke például ez a Munkácsi Mihály utcai szolgáltató és lakóház nagyon sok meghökkentő, érdekes alátámasztás, különös történelmi idézetek például. Ez a posztmodern építészet sajátossága volt. Pécs polgári építészetének és a historizmus építészetének nagyon sok elemét a Dévényi Sándor átveszi, és beülteti a, a legújabb és a legmodernebb építészeti technológiákat alkalmazó és érvényesítő építészeti rendszerébe. És itt... Ebben a pécsi építészeti környezetben ö, ö, szökkent szálba ö, a, az a mozgalom is, ö, amelyet a Makovec Imre ugyan máshogy indított el, Budapesten indított el, de... Csete György vezetésével a Pécsi Ifjúsági Építészeti Iroda műhelyében nagyon sok rendkívül izgalmas épület terve, és épület maga is megszületett, tehát az idő hiányában itt csak a Pécs melletti melletti tóvidéken elhelyezkedő orfű forrásházat idézném fel, csak egy, egy egyik szimbolikus épületét, amelyben hát az organikus természeti formák, a modern építészet technológiai bázisa egyaránt fontos szerepet kap. Néhány képen láthatjuk ennek a forrásháznak, ami egy működő technológiai épület a, a részleteit. És hát ennek a, a, az új építés nemzedéknek a teljesítményei közé tartozik. Én, mint muzeológus mindenképpen nagyra értékelem a modern magyar képtár helyreállítását, a valamikori. Püspöki közigazgatás és, és, és iskolák környékén lehetőséget kaptak építészek arra, hogy egy nagy múzeumi komplexumot hozzanak létre. Ez a papnövelde utcai modern magyar képtár, amely megőrizte régi architektúráját, de rendkívül látványos kiegészítő funkcionalista de épületrészekkel gazdagodott, amely hát helyet adott a modern magyar képtárnak, egy gyűjteménynek, egy modern gyűjteménynek, amelyről mindenképpen úgy kell szólnunk, mint az ország egyik jelen, legjelentősebb képzőművészeti gyűjteményéről, hiszen a teljes 20. századot rendkívül jó minőségű műtárgyakkal jeleníti meg. De, a modern magyar képtár anyagának a gerincét képezi például a 20-as évek magyar avantgárd művészete, amely világszerte rendkívül pozitív fogadtatásra. Lehet, én magam is vittem Londonba kiállítást a nyolcak és aktivisták anyagából, ahol a Kassák Lajos környékén tevékenykedő mesterek, közöttük mondjuk a Pécsi Gábor jenő is szerepet kapott. Nagyon nagy hatása volt ennek a mozgalomnak a pécsi művészetre is, és a Gábor Jenő, aki itt élt ebben a a városban, ezt következetesen jelenítette meg a gyűjtemény, nagyon sok Gábor Jenő képet is tartalmaz, itt a kiállítás részletéből is Gábor Jenő műveket látunk, és nagyon jó impulzus volt a város építészetében is, és, és képzőművészeti múltjában is a Vazarelli gyűjtemény 1976-os megjelenése, ami teljes mértékben elfogadhatóvá tette azt az eszmét, amit Pécsváros modern művészei mindig is vallottak, hogy úgy kell helyinek lenni és, és lokális érdekeket kifejezőnek lenni, hogy, hogy nemzetköziek is vagyunk ugyanakkor. És hát a vazareli gyűjtemény ezt egy kicsit valószínűsíteti. Viktor, vazarelibe még találkozni fogunk majd, mert hiszen más összefüggésben is van jelentősége. De nem mehetünk el rezenéstelen arccal azok mellett, a tények mellett, amelyek... Pécs kultúrális erejét és vizuális ö, ö, vonzerejét dokumentálják. Hát a, a Csontvári Múzeum is ilyen. A Csontvári életmű Pécs kerülése ö, szinte egy időben a Vazareli gyűjteménnyel ö, azt is kifejezi, kifelé sugározza, hogy Pécs kultúrális világszemléletében a múltal való elkötelezett foglalatosság és a jelen felé figyelés, egyaránt jelen van. És a Csontvári Múzeum mellett számos önálló múzami rangú gyűjtemény jött létre. Ilyen például a, a Sár Erzsébet gyűjtemény, ahova Sár Erzsébetnek ugye nem pécsi érdekeltségű, de azzal, hogy ez a rendkívüli szobrász egy szoborciklusát, az utcát el tudta helyezni, Pécsett a Janáki István által tervezett önálló múzeumépületben. Ezzel olyan kulturális vonzerőt biztosított önmagának, amely máshol nem megfogható. Ilyen önálló egy térben működő Szobor kompozíció nem létezik az országban még egyszer, még máshol, mint a Sár-Ezsébet múzeumban. Rendkívüli hangulatú, különösen szívszorító túrát tehet ott a, a néző, emberek, relikviák, építészeti emlékek, költőarcok, színészfigurák, egykori balettáncosok között, amelyek részint Pécs múltját is felidézik. És Pécs képzőművészetének egyik leginkább meghatározó alakja Martin Ferenc volt, aki Párizsban az Abstraction Création csoportban egy nagyon jelentős, sok külföldi művész felvevő, nagy befolyással rendelkező művészcsoport volt ez. 15 éven keresztül dolgozott, és csak 1940-ben, 41-ben jött haza Magyarországra, és Pécset települt le 1941-től Pécsett élt. Martin Ferenc, aki aztán itt is halt meg, és a műterme hosszú időn keresztül a Pécsi sétatéren volt, és ott gyűjtötte össze az életművét, amit aztán átadott a Pécsi Múzeumnak. Most ebben az életműben, a Martin életműben a Pécsi modernizmus számára rendkívül sok jelentős jó minőségű hajtóerő fedezhető fel. Nagyon sokan vonzódtak Martin műhelyéhez, a szemléletéhez. Martin maga is egy, egy több nyelven beszélő, tájékozott európai entelektüel volt, akinek a, a gyűjteménye ma beépült a Modern Magyar Képtár egyetemes gyűjteményébe, és egy külön kis műcsoportban fedezhetőek fel. Hát én a munkái közül a 941-es faszobrokat és később bronzszobrokat választottam ki, mert ezek talán azok a legjellegzetesebb művek, amelyekhez nemzetközi értelemben kapcsolódni lehet. Tehát a Vazali Múzeum esztergályozott faszobrai, például forgástestek, amelyek az esztergagép lehetőségeit és az új klasszikai formálás törekvéseit fejezik ki. A forgástestekből mostanában lettek igazán, igazán, hogy úgy mondjam, divatos plastikai témák, és Martin Ferenc 941-ben például a, a, brüsszeli Atomium épületét Megmintázza, hogy úgy tetszik ebben a kis szoborban az atómiumnak a, a modellje, ott van, azt 1958-ban a világkiállításra építették fel, de érezhető mindebből, hogy Martin Ferenc rendkívül eredeti módon nyújt tárgyakhoz, dolgokhoz, a természettörvényeknek, az organikus világnak és a a mechanikai eszközöknek az együttműködését mindenképpen szerette volna megjeleníteni. Jellegzetes szobra az ugyancsak 941-ben született hangyák emlékműve, vagy egy hangya emlékmű, hangya emlékmű, ami tulajdonképpen egészen pontosan követi a hangya testfelépítésének az arányait, de mert az alapszobor, esztergályozva született meg, esztergályozott elemekből áll. Ez monumentálisan talán nem tűnik fel. Nagyon sok értelmű van talán egy kis erotikus ö, sugallata is a szobornak. De mindenképpen ott a hangja teste. Ez már az új világ, ez már egy új szemlélet. És a Martinhoz nagyon sokan ö, tapadnak és, és hivatkoznak rá. Hát ö, csak példának idézem fel az Anthony Craignek egy angol szobrászba nagyon meghatározó, jelentőségű szobrász egyik, egyik munkáját, ami, ami hát 997-ben született meg, de tökéletesen azt a szemléletet idézi, amit Martin Ferenc 1941-ben pécsett itt egy Fajesztergályos barátjának a segítségével létre tudott hozni. És a művei aztán egészen különös művek, hát a, a 40-es évek művei, ugye a kompozíció, ami hát lovasokat ábrázol, a hátterében megint jellegzetes gondolkodásmód és műveltség, de ott van az, az 1400-es évek elejének, 1420-as években, Firenzében működő, Paolo Uccellónak a műve a Szán Románói csata. A, az Ufficiben van a, van a nagy kép, meg Londonban, meg, meg a Louvre-ban vannak a darabjai annak az eredeti képnek, azt most nem vetítettem föl, de a, a, a Martin Ferenc szinte a, a posztmodern művészet szabadság jogait érvényesítve festette újra. A Paolo Uccellónak a 15. századi művét ebben a kompozícióban. És ez a nagyon szabad formálás, a dekorativitás, a felületeknek a, a, a minutiózus kimunkálása, ez emlékezetessé tette. És hát Pécset köztéri szobrokként működnek a, a barbár emlék például, vagy a, a Gabriel Foré francia zeneszerző emlékére készített bronzszobor, amelyek ugyancsak a 40-es években fogalmazottak először meg, és aztán a 80-as években kiöntettük ezeket bronzban, és kaptak helyet a Martin Ferenc egykori műterme előtt. És, és említést kell tennünk azokról a rendkívüli erejű képekről, amelyet a Simon Béla vagy a Kelle Sándor készítettek, akik itt éltek Pécsett a 40-es évektől a 70-es évekig voltak ö, aktívak, és rendkívüli mértékben ö, figyelemreméltóvá tették Pécs lokális ö, képzőművészeti életét. És sorolhatnánk művészek. Ö, garmadát, de hát az időhiányában ezt nem tehetjük meg. Csak a legjelentékenyebbre tudunk figyelni. A Lantos Ferencre például, aki nagyon közel volt Martin Ferenchez, talán Lantos és Keserű Ilona azok, akik a legnagyobb energiával tudták továbbvinni mindazokat a kezdeményezéseket, amelyeket a Martin Ferenc indított el. Hát itt korai a a 60-as években született Lantos Ferenc művekről van szó, aztán az épület zománcot például Lantos Ferenc honosította meg a Bonyháidi zománcgyárral együttműködve a 70-es évek elején nagyméretű zománc készített az előre gyártott építészeti szerkezetekre, jól lehetett alkalmazni ezeket, és művésztelepeket is hoztak létre, aztán a, a zománcok előállítására. Martin Ferenc műhelyéhez tartozik nagyon szorosan az 1933-ban született keserő Ilona, aki Kossuth Díjas festőművész, és, és a művészeti kar létrehozásában rendkívül fontos szerepe volt, aki a, a magyar abstrakciónak, az úgynevezett budapesti műhelynek tagjaként már egy teljesen új, de rendkívül finom, Szín összetételeiben és a színelméleti vizsgálataiban uh, talán reneszánsz uh, igényességgel megformált életművet hozott létre, ebből néhány darabot mutatnánk meg. Keserű Ilona egyébként hát a kortás művészetben talán azért is nagy jelentőségű, mert én uh, már mostan több alkalommal a Zsolnai Gyár. Uh, ipari épületei között működik nyaranként az úgynevezett színerő művésztelep, amely hát az ország és néha külföld nagyon-nagyon jelentős, fontos fiatal művészeit gyűjti össze és, és ad lehetőséget arra, hogy nagyméretű színes munkákat hozzanak létre. Kesőr Ilona mellett néhány E, Szobrázt is meg kell emle, említenünk. E, Keső Ilonának e, szobra is vannak a vilányi Szoborparkban, látható a maga festészetében egyébként olyan jellemző, a Balaton udvari temető bizonyos fejfáinak a motivumait felhasználó szobor, és e, kollégája a művészeti kar másik e, alapító. E, mestere volt Bencsik István, aki szobrázként elsősorban a villányi szobortelepen végzett munkája során érdemelt figyelmet, de aztán a, a, a művészképzésben is kardinális szerepet vállalt, és hát máig láthatóak a nagyméretű természeti tárgyakkal és az emberi testtel egyaránt foglalkozó szoborművei, amelyek amelyek hát a főműve is a legnagyobb értékei a villányi művésztelepnek. Alapvetően a részletekben megmutatkozó nagy egészet, vagy a nagy egészből kiválasztott kicsi részleteket dolgozza fel Bencsik István, és hát jellegzetes, nagyon erős, szép szobrokat hozott létre, egész életében intenzíven nevelt fiatalokat, tulajdonképpen egy, egy hatalmas stúdiót mondhat magáénak a ma Pécset élő szobrász nemzedékek, ma 50 éves mesterei szinte kivétel nélkül Bencsik István műhelyéhez tartoznak. És hát Bencsik egy-két szoborművel Pécs városát is megajándékozták, a Pécsi Jókai téren itt látható a a tenyér a kéz egyik kicsi részletéből kiválasztott kis ö, ö, szobra a hüvelykúj köröm és rétfalvi Sándor is ide tartozik az ő nevét említettem már amikor a székesegyház kapujáról beszéltünk ő volt az aki a Villányi Szobor Parkot és a Villányi Szobor mű, Szobrász Művésztelepet létrehozta egyik alkotója volt és nagyon markánsan szerepel Pécs ö, ö, szobrászati múltjában múlt időben kell már róla beszélni de én még én még ott voltam amikor a a havihegyi korpusznak Krisztus szobornak a, a a testéről, az öntvényen rátapadt apró kis homokdarabokat leszettük egy garázsban, valahol a gyárvárosban, 1970-ben nemzedékeket nevelt Rétfalvi Sándor, a művészeti gimnáziumnak is tanára, igazgatója volt, szobrászokat nevelt középiskolásként, és szobrászokat nevelt egyetemistaként a művészeti kar létrejötte után. Ő volt a szobrászati képzés egyik legmeghatározóbb vezetője. A Villányi Szoborparkból itt egy-két részlet látható, és hát ö, olyan szobrászok ö, felett szaladunk el érzéketlenül, mint amilyen a Boz Gyula is volt, akinek hát ez a spiláci szobra a Villányi Művésztelep egyik, egyik ékessége és hát elszaladunk olyan mesterek neve mellett is, mint amilyen a Székely Péter volt, Franciaországban élő magyar szobrász, aki Pécsnek ajándékozta ma a Káptalan utcai kőkertben lévő néhány kompozícióját, a világembert és másokat, mozgó kőkompozíciókat. Feltétlenül említést kell tennünk arról a villányi szoborparkban munkálkodó, nagyon rövid életet élő mesterről, kiváló mesterről, Kígyós Sándorról, aki hosszú időn keresztül a Pésvárdi Művelődési Ház igazgatója is volt, és az egyetemen a, a közművelődési tanszéken tanított is. A villányi művészelepre csinálta a Gömbötnyelt Hasáb című szobrát, és a, a, a Rókusváros részben látható ez a Möbius című fehér betonból készült szobra. Őt a plasztikai talányok, a paradoxonok érdekelték, sajnos hát az életműve az derékban eltört korai halála miatt. De egy önálló kiállítás, egy állandó kiállítás Pécsváradon őrzi az ő munkáinak az emlékét. És hát szólnunk kell a kerámia szimpozionokról, ami ugyan siklóson volt, de a gyűjtemény, ami az itt elkészült műveket jelenti, az mind bekerült a Pécsi Múzeum gyűjteménye, egy modern kerámia gyűjtemény került Pécsre, és hát ez is Pécsváros kultúra és örökségéhez tartozik, kiállításokon jól látható. Fusz György a Pécsi Művészeti Karona kerámia képzés elindításában kardinális szerepet játszott, rendkívül érdekes és, és hallatlanul erős, izgalmas, ellentmondásokkal teli drámai művészet, amit ő csinál. Mostanában néhány kiállításon Pécset lehetett látni az ő mű, mű, műveit, a, az emberi elkínzottságnak, veszélyeztetettségnek a, a, hangulatait jeleníti meg, illetőleg a, az élet keletkezésének bizonyos első megfogalmazás, klasszikai megfogalmazásait, a lábraállás például, egy, egy szerves lény lábraállásának a, a folyamatát például megőrzi, megkívánja őrizni plastikában. Ősi, ősi lényeket jelenít meg, különös mitológiai figurákat, saját mitológiát is teremtve hoz létre, szörnyeket, emberszabású, furcsa ember és, és állat közötti lényeket, nagyon érdekes és néha félelmetes dolgokat csinál, és hát a nemzetközi művész életet pedig nyilvánvalóan és folyamatosan érzékelteti a számunkra, a Viktor Vazareli gyűjteménye. Itt talán az egyetlen olyan, olyan Pécshez valamilyen kapcsolatot fenntartó művész, aki igazi világkarriert hozott létre, mondjuk a Brayer Marcel mellett talán a leginkább ismert mester, aki hát a maga által, által létrehozott irányzattal, az opártal, Pécs felé nagyon, nagyon komoly jelzéseket adott le. És hát az ő örökségét, ezt a, ezt a klasszikai hagyományt fiatal emberek is viszik tovább. A ma 40 valahány éves Benedek Barna, vagy az Egle Anita, ők nem vazareli tanítványok, de ma a művészképzés menetében természetes ösztönzés az, amit a geometrikus abstrakció oldalán a Vazareli biztosíthat a számunkra. Emlékezetes mester még Gellét Bruno István, aki ugyancsak meghalt már, nagyon közel Martin Ferenc, ez egy, egy poétikus, költői, mesevilágot adott elő, egy szuggesszív, modern formanyelvvel, nagyon egyszerű és jól hozzáférhető az a geometrikus, és egyszerre organikus elemeket is tartalmazó festészet, amit ő létrehozott. De sokkal emlékezetesebbek a konceptuális munkái, ahol nagyon furcsa, néha ironikus gondolatkísérleteket folytat, logikával, művészettörténeti emlékekkel, összekapcsolódva. Itt például a, a, Andrea Mantegna emlékére egy, egy szitanyomatot látunk, és benne kubai forradalmárok képével, a Csegevara képével, vagy csinált a Gellért Bruno egy, egy mesebeli, egy, egy, különös misztikus képzeletből világot a, a növekvő városvilágát, amelyhez ugyanilyen misztikus dokumentációkat készített, rajzokat, festményeket, liturgiákat, cselekményeket, amelyek, amelyek egy, egy, egy képzeletbeli világban játszódnak le. Ő is nagyon fontos része a pécsi képzőművészeti életnek, már csak azért is, mert a, a képzőműszeti szakközépiskolában ő grafikát és festészetet egyaránt tanított, és nagyon nagy hatással volt a, a fiatal művésztemzedékekre. És hát zárásként talán a Pécsi műhelyt ö, idézném fel, ö, de csak azért, mert a kortás művészet. Ö, nagyon igényes alkotóira és alkotásaira nincs időnk. Itt tulajdonképpen nagyon sok gyorsvonati sebességgel előadott nyitott mondatot hallott a közönség mindegyik mondatot bőséggel lehetne folytatni, és külön ciklusokban lehetne rendezni mindazokat a gondolatokat, amelyek, amelyeket a külön-külön életművek sarjassanak. A Pécsi Műhely Lantos Ferenc köréből jött ki, volt szerencsém egy könyvet írni róla, tagja voltam én is ennek a csoportnak, Kisványoki Károly, Ficek Ferenc, Halász Károly, Pincehelyi Sándor, Szelényi Lajos, Szijjártó, Kálmán és Aknai Tamás voltak a tagjai ennek a csoportnak. Az első nagy és ihletett kísérletei egy olyan amerikai tájbeavatkozás után születtek meg, mint amilyen a Krisztó a, a Javacsefnek volt a, a völgy, Völgyzáró függönye Colorado államba, nagy lendárt kompozíciókat, A tájléptékben elvégzett ilyen plastikai kísérleteket csináltunk, szalagokkal rohangáltunk a Pécsváradi homokbányában, akkor még létezett ez. Ezeket dokumentáltuk, felöltöztettük az erdőket, különféle jelzéseket, megsokszoroztuk a turista jelzéseket, és mindenütt benépesítettük az erdőt különféle civilizációra utaló jelképekkel, kicsit zavart keltő, de de izgalmas konceptuális kísérletek voltak. Pincei Sándor a 70-es években úgy szóval világhíre tetszett, tetszert az ő Kalapácsos sorozatával. Ebben a ciklusban ugye a klasszikus, talán politikainak tetsző jelképeket újból köznapi használatba vett, és ezekkel különféle mozdulatokat, nagyon komoly mozdulatokat végzett. Ebben, ebben nagyon sok irónia volt, és egy különös hang szólalt meg, ami a magyar művészetben eddig szokatlan volt. Nagyon eltérő nem csak a festészet, hanem a fotó és a térberendezés módszereit használó műalkotások jöttek létre. Sajnos már sokan meghaltak a pécsi műhely tagjai közül is. De a művei, műveik népszerűek gyűjtik őket, kiállításokon többször is lehetett látni. Rangos kiállító helyeken is mutatkoztak, mint például a Halász Károlynak a, a modulált TV-sorozata, vagy az ugyancsak ironikus öntelevízió, saját privát TV-sorozata, rendkívül sok állapotban helyzetben fényképezi magát, amint egy tévé kávájába költözik be egy kis időre, vagy Ficek Ferencnek ezek a nagy dekoratív kompozíciói híresek voltak. Hát lényegében ez, amit így ebben a nagyon sebes áttekintéssel, nagy felülnézetben erő lehet adni Pécs 20. századi vizuális művészeti történetéről, rengeteg hiányjelet helyezhetünk el az elmondottak közé, de Biztos lesz reményünk még arra, hogy beszéljünk a részletekről is, esetleg kiválaszthatnánk egy-egy alkotót külön-külön, és a kis monográfiában itt áttekintenénk az ő tevékenységét. Köszönöm szépen, hogy elmondhattam mindezt. Mi is nagyon szépen köszönjük. Tanulságos volt és szórakoztató ez az előadás. Magas szintű tudás, szenvedély és a város szeretete hatotta át, ami megragadó így a stúdióban ülve is, remélem ezt a nézők is így gondolják majd, és így érzik, amikor megtekintik ezt az adást. Azt szeretném kérdezni, hogy a kulturális fővárosa 2010-es cím elnyerése, ez a művészeti életre is nagy hatást gyakorolt, hiszen a már említett Jókai tér, ahol Pincehelyi, Bencsik, Pázoltán közös alkotása tulajdonképpen egy nagyon kellemes közteret biztosított a mai fiatalság számára is. Emellett a, a Zsolnai Központ szintén élettel teli, számos egyetemi rendezvényt, sőt nagy bulikat is rendeznek ott az állandó Zsolnai kiállítás mellett, a gyűjtemény mellett. Itt van a művészeti kar, amelyik tulajdonképpen biztosítja azt, hogy a művészképzés egyik vidéki fellegváraként továbbra is funkcionál Pécs. Hogy látod a Pécsi művészet jövőjét? Nem mondok én most újat. E, rendkívüli történelmi időszakban e, vagyunk. E, a, a nemzeti történetek és a nemzeti kultúrák, e, ha úgy tetszik, e, átalakulóban vannak. Már már Szomorúan fogalmazhatnék úgy is, hogy eltűnőben vannak. Olyan kiegyensúlyozódási, kiegyenlítődési tendenciák vannak, amelyben, amelyben a, annak a ténynek a jelentősége, hogy valaki alkotó szorosan tartozik valahová, ami egy konkrét hely és egy konkrét közösség, ez a jelentőség eltűnik. Ö, nagy vándorlások vannak, divatfővárosok, ezek periódusról periódusra... Ö, tömegeket vonzanak, lesznek művészeti központok, művészeti fővárosok. Ezek súlya meghatározó, a vonzereje megkerülhetetlen, diktátumokat fogalmaznak meg. Ez nagyon jól látszik most a világkiállításokban, mondjuk a Velencei Biennálén. Nagyon jól látszik, hogy, hogy Honoluluban, Koreában, Kolorádóban, vagy Sydneyben, vagy éppen Pécsen, ugyanazokat a gondolatokat fogalmazzák meg. Tehát nagyon sok minden eltűnik, mind abból, amit eddig a kulturális múlt fölhasznált, illetőleg mindent fölhasznál ma a, mondhatjuk nyugodtan, a világkultúra. Tehát nem egyszerű a helyzet, mert ebben a világkultúrában világkereskedelmi kalkulusok osztják a pozíciókat tehát bekerülni egy nemzetközi értelemben is élenjáró közegbe, ez már gazdasági projekt is. És a nyugat-európai, amerikai művészeti központok már gazdasági projektként építik fel egyes művészeik, kollaboránsaik, vagy éppen munkatársaiknak az életművét. Ezekkel a stratégiákkal Ennyire erősen, és ö, nyilvánvalóan még nem kerültünk szembe, soha, mint most. E, és most ezekkel kell számolnunk. Tehát Pécsnek számolnia kell azzal a tényel, hogy a kultúra az önmagában jelentéktelen és észrevehetetlen, apróság, hogyha nem áll föl mögé intézmény, gazdasági erő, vagy esetleg politikai támogatás, mint ahogy ez máshogy létezik. Nagyon szépen köszönöm a választ, és nagyon szépen köszönöm az előadást, nézőinknek pedig a figyelmet, a viszontlátásra.